Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Pécsi Aquapark, idén kiírhatják a tervpályázatot. Homlokzat felújítás, önkormányzati hozzájárulást kaphatnak az ingatlanok tulajdonosai. Emlékszoba, a híres fizikus ereklyéit őrzik a Simonyi Károly Technikum és Szakképzőiskolában. A pécsi lakosság régóta szeretné, ha a városban meglévő strandolási lehetőségek élményfürdővel egészülnének ki. Mindez megegyezik a városvezetés szándékával. A beruházás előkészítése olyan fázisba érkezett, hogy a képviselők rendkívüli közgyűlésen tárgyaltak a részletekről. A testületi ülés előtt a városvezetés tájékoztatta a sajtó képviselőit a legfontosabb aktualitásokról. Pécsvárosa 2016-ban 500 millió forintos támogatásba részesült a Modern Városok program keretében a projekt előkészítésére. Ebből a mostani önkormányzat 80 millió forintot szeretne a tervpályázat lefolytatására fordítani. A tervpályázat az egy olyan speciális közbeszerzési eljárás, amely során különböző vizsgálatok révén szerzett összes információt összerendezve az építész irodák számára kvázi az inputokat és a fejlesztés célját megpróbáljuk leírni, értékelési szempontokat adunk közre. Ezek ismeretében az építész irodáknak különböző megoldásokat, koncepciókat kell elkészíteniük. Az önkormányzat olyan megvalósíthatósági vizsgálatokon is megfelelt pályaműveket vár, amelyekből a bírálóbizottság ki tudja választani a legjobbat. Ezt követi a szerződéskötés, majd Pécs ismét a kormányzathoz fordul, hogy a tervezési és kivitelezési munkálatokat a kabinet engedélyezze és támogassa. Ruzsa Csaba alpolgármester szerint az Aquapark beruházás során több szempontból is kulcsfontosságú a fenntarthatóság. Értem szerint az energetikai és egyéb részek azok adottak. Tehát az, hogy zöld legyen, és minél több alternatív energiafelhasználás legyen, és ugye vizsgáljuk meg a hulladékvíz hulladékő használatát. A másik a pénzügyi része. Ugye elmondtam azt, hogy nagyon fontos, hogy maga a bevételi oldala ennek az egész komplexumnak, ugye a szállodából tud, értem szerint az Aquapark is egy bevételek mellett jönni, de a szálloda tud annyi plusz termelni, amivel az önkormányzat támogatási igényét jelentősen lecsökkenti. A beruházás előkészítéséről a projekt nagyságrendje miatt rendkívüli közgyűlésen tárgyalt a pécsi képviselőtestület. Először Török Ottó sportberuházásokért felelős polgármesteri biztos tartott prezentációt a beruházásról, majd vita következett. Az ellenzék felvetéseire a városvezetés részéről Péterfi Attila polgármester és Ruzsa Csaba alpolgármester válaszolt. A városvezetés szerint a szállodaberuházás ösztönözni fogja a Pécsre irányuló konferenciaturizmust, emellett az élményfürdőbe tervezett versenyúszoda nemzetközi és magyar sportversenyek lebonyolítását teszi majd lehetővé. A projekt tervezőinek kiválasztása 2022 végére várható, az engedélyezési és kiviteli terv a jövő évben készülne el. Ezt követően 2023 végén vagy 2024 elején lehetne kiírni a kivitelezői közbeszerzést. Pécs építészeti sokszínűségét, a belváros egyedi arculatát adják a különféle korokból származó épületek. Ezek utcára néző homlokzatának állaga sok esetben nem megfelelő, sőt egy-egy törmelék lehullása komoly balesetveszélyt is jelent. Ezen a helyzeten segít egy közelmúltban kiírt önkormányzati pályázat. A város célja, hogy hozzájáruljon a helyi egyedi és területi védelem alatt álló, valamint a műemlék jelentőségi területen található épületek homlokzat felújítási munkálatainak elvégzéséhez. A téma szóba került már a legutóbbi közgyűlésen is, amikor is az ellenzék kritikát fogalmazott meg a pályázattal kapcsolatban. Alapvetően ez egy jó szándékú előterjesztés volt, meg is szavaztuk a magunk részéről, hiszen egyetértünk minden olyan fejlesztéssel, ami akár a városképet, vagy az itt lakók életét elősegíti és a városképet javítja. Azonban kritikaként megfogalmaztuk, hogy ez egy csepp a tengerben. Tehát gyakorlatilag
2,5 éve a ciklus felénél jár az új városvezetés, és hát most ez 10 millió forintról beszélünk, egy 10 millió forintos projektet tudtak prezentálni. Az ellenzék tehát jelképes gesztusnak tartja a pályázat kiírását. Sik László Lajos, a kommunális bizottság elnöke másként látja a kérdést. Mint a stábunknak elmondta, a homlokzat felújítási pályázat a keretösszegtől függetlenül igenis segítséget jelent a házak tulajdonosainak és lakóinak. Célja ennek a pályázatnak, hogy a városkép javítása érdekében a tulajdonosok elkezdjék a szükséges felújításokat megtenni, és ezekkel felújításokhoz az önkormányzat is a pályázatban nyerteseket támogatni tudja. A pályázaton elsősorban a teljes történelmi belváros területén, valamint a Tettye és a régi kertváros egy részén található ingatlanok érintettek. A részletes pályázati kiírás a szükséges feltételekkel megtalálható az önkormányzat honlapján. A beadási határidő 2022. július 8-a. Egy különleges helyiséget alakítottak ki a Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskolában. Átadták ugyanis nemrég az intézmény névadójának emlékszobáját. A család szerette volna a 2001-ben elhunyt fizikus erekéit egyben tartani, ezért az iskolának adományozták Simonyi Károly dolgozó szobájának teljes berendezését, könyveit és még a jegyzeteit is. Ebbe a szobába bejöhetnek a diákok, megérinthetik a múltat, megérinthetik azokat a könyveket, amiket professzor úr is használt, tudományos munkájába, felkészülésébe, vagy csak egyszerűen a szórakozására, szabadidős tevékenységébe. És kicsikét hozzászokjanak ahhoz, hogy a könyv egy nagyon fontos dolog, és ahogyan a fia is mondta az átadó ünnepségen, a múlt századnak a Google-ja, az voltak éppen az ő édesapja volt. Hozzá lehetett fordulni kérdéssel, és ő pillanatokon belül megválaszolta. Miniszit Fesztivál néven évzáró bulit szervez a Lővei Klára Gimnázium június 14-én az intézmény sportpályáján. Radoci Justina, az iskola ének-zene tanára, a zenei műhely vezetője elmondta, az elmúlt 5 évben minden alkalommal könnyű zenei koncerttel zárták az évet, ahol 6-8 lővei zenekar is fellépett, innen jött az ötlet, hogy idén más iskolákat is meghívjanak a rendezvényre. Több iskolából jönnek, elsősorban ugye azokkal az iskolákkal tudtunk beszélni, és azoktól az iskoláktól jönnek diákok, akik a Helikonon is részt vettek könnyű zenei zenekar kategóriában. Így a Nagy Lajos Gimnázium, a Janus Pannonius Gimnázium, a Széchenyi Gimnázium, a Babics Gimnázium, a Gandhi Gimnázium, illetve az ANK-ból, a Pollákról és a Művészeti Gimnáziumból is lesznek diákok, akik tagjai a zenekaroknak. Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjat kapott Kálai Barnabás úszó. A PSN ZRT sportolója 200 méteres pillangó úszásban korosztályában az egyik legjobb és az iskolában is kiválóan tanul. A 14 éves fiú az országos bajnokságra készül, de nagy álma, hogy egyszer világversenyen is képviselhesse majd hazánkat. Büszkén mutatja oklevelét stábunknak Kállai Barnabás, a PSN ZRT úszója Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjban részesült. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerését azok a diákok nyerhetik el, akik az előző tanévben kimagasló tanulmányi és sporteljesítményt nyújtottak. Én nagyon örültem eleinte, hogy megkaptam ezt. Én tényleg sokat dolgoztam érte, és úgy gondoltam, hogy akkor benyújtjuk apával ezt a pályázatot, és eszméletlenül örültem, amikor ezt megkaptam. Barnabás tavaly az országos bajnokságban 4. helyezést ért el 200 méteres pillangóúszásban, valamint szintén 2021-ben egy kupa viadalon a 2008-as korosztály legeredményesebb versenyzője lett, 3 egyéni arannyal és egy egyéni bronzéremmel. A 14 éves fiúnak hetente 10-11 edzése is van, emellett a PTE 1-es gyakorlóiskola kiváló tanulója. Edzője Túrós Máté is büszke tanítványára, a szakember Kenderesi Tamással Barcelonában vesz részt egy versenyen, így csak telefonon értük el. A Barnabás nagyon szorgalmasan dolgozik, és látszik a fejlődése hónapról hónapra, illetve edzésről edzésre látszik, hogy egyre jobb és egyre keményebb a versenyeken, és hát reméljük, hogy az országos bajnokságokon is majd
egyre feljebb kerül a ranglistán, aztán ebből még bármi lehet a jövőben. A pécsi úszó az országos bajnokságra készül. Ezen a héten egy magasabb korosztályban az ifik között is megméreti magát. Barnabás szeretne majd világversenyen is szerepelni. Nagy álma, hogy kijusson az olimpiára. Közel 3 héttel a FINA világbajnokság előtt a Mare Nostrum nemzetközi versenysorozat 2. és 3. állomásán hangolt Kenderesi Tamás. Míg Spanyolországban múlt csütörtökön a 9. helyen végzett, vasárnap már Franciaországban a dobogó 3. fokára léphetett fel. A PSN ZRT úszója bronzéremmel zárta a sorozatot. Véget ért a 2 éves sikertörténet, Csirke Ferenc és Szentendrei Áron távoznak az NKA Universitas Peac kispadjáról. A pécsi edzőpáros szerződése lejárt a női kosárlabda csapatnál. A Peac közleménye szerint közös megegyezésre válnak szét a felek útjai. Szentendrei Áron asszisztenciája mellett Csirke Ferenc visszatér a férfi bajnokságba. A pécsi közönség kedvence a Paksi Atomerőmű ESE vezető edzője lesz a következő szezontól. Az NKA Universitas Peac honlapján azt írja, hamarosan részletesen tájékoztatják majd a szurkolókat az új stáb személyi összetételéről. Végezetül néhány szó az időjárásról. Holnaptól folytatódik a felmelegedés, jobbára derült lesz az ég, csak elszórtan számíthatunk csapadékra. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!